Na szevasztok srácok, Csipi vagyok és kezdjük a hetet a szokásos Squadbot lesz Revard átvételes videóval. Ugye most pénteken már jön a TOTS, de nem gyűjtögetünk pakokat, leszarjuk. Legalábbis ezeket a pakokat most biztosan teszem el. Megnézzük, hogy van-e benne valami nagyobb játékos, hát ha nyitunk valami walkoutot, és akkor elkezdem megcsinálni ugye a Fandijknek ugye a potti. Igazából az egy potti kártya, de ugye az egy TOTS kártya is egyben. Szóval jó lenne egy-két nagyot nyitni ebből a két pakból, bár nem hiszem, hogy a Squad Battle Revardból olyan nagyot fogunk nyitni. De megnézzük, hogy hol végeztem. Szokásos Elite 1. Tehát jön a 30 ezer coin, meg a két rare, meg a pak. Coin is jó, ha van. Tényleg lehet megcsináljuk azt a potti védő Van Dijkot. FC Luca, nem tudom ki ez a kisgyerek. Valami kis homi. Főleg a Luca név, hát jó kis csapata van, de hát tudjuk, hogy ez mit jelent igazából semmit. Nézzük meg az ellenfeleket. 83, 70, 87, 87. Na. Van itt valami napi feladat szerintem, aha. Ezt gyorsan átveszem. És akkor még gyorsan elnyomom a transfert is, srácok. Ugye hozom át most a coint ezekkel a játékosokkal, tehát elnyomom mielőtt kibontjuk a pakkokat. Na. Szerintem megnézem még, hogy ezen a héten Squad Battles-ben van-e valami a rewardban. Aha. Van, és el kell érni legalább a Silver 3-at egy ilyen Andersonért. Tehát akkor srácok, a héten van swap kártya itt a Squad Battles Rewardba. Meg ugye majd lesz egy mez is. Na, bekeverem mind a két packot. Múltkor nagyon szar... Nem, múltkor jó volt. Nem, múltkor nagyon szar volt az SB Reward, és nagyon jó volt a Reverse Reward. Hát ez nagyon szar lesz, úgy láttam. De 55k-s pakban no board, bazd meg. És 11 duplicate item. Most már bekeverem a másikat is. És köszönöm, minél többet vagy elite egy, annál szarabbak a rewardok. De ez így volt a VL-ben is, hogy minél többet VL-ztél, annál szarabbak voltak a rewardok. Na bazd meg, két nobordos, rátkos ilyen 55k-s pakkot nyitottunk most. Hát ez nem egységes, bazd meg. Már hét elején felbassz a játék. Csodás pak volt ez is. Na, srácok, akkor annyi lett volna ez a reward átvételes videó, és hogy nemhogy nagy játékos lenyitottunk, hogy walkoutot, még egy board se jött a két pakból. Két 55k-s pakból no board volt, srácok, úgyhogy körülbelül jó volt. Sose volt még ilyen jó. Na, mindegy, azért egyszer dobj rá egy lájkot, Csipi voltam, szevasztok!